A klub vezetői és szakmai stábja mellett 12 játékos volt jelen a Fátum Nyíregyháza 2021-22-es idénnyel kapcsolatos első hivatalos rendezvényén. Németh Szabolcs vezetőedző munkáját a jövőben Pampuk Csaba segíti pályaedzőként, míg a tavalyi keretből 8 röplabdázó maradt Nyíregyházán. Tóth Fruzsina a magyar, Nikola Radosova jelenleg a szlovák válogatottal készül, de Tóth Dalma, Pintér Andrea, Lászlop Alexandra, Genezik Francesco, Raliszta Vasziljava és Bogár Dorina már munkába állt a hét elején. Az érkezési oldalon Bodovics Hanna, Dékány Bernadett, Vajda Beáta, a francia Aurelia Ebatombo, a horvát Katarina Glavinic és a brazil-japán Anna Tiemi neve szerepel. A vezetőedző szerint mind létszámát, mind minőségét tekintve megfelelő a keret a csapat előtt álló feladatok megoldásához. Bizakodásra ad okot az, hogy a keret erős. Megint próbáltunk arra törekedni, hogy a 14 játékos, aki ezt a keretet alkotja, az 14 bevethető játékos legyen. Ebben a 14 játékosban bár szerepel egy fiatal játékos, azért szeretnénk neki is majd, ha még egyelőre csak epizód szerepeket adni, de azért jusson neki is szerep ebbe a bajnokságba, viszont a másik 13 profi, ekte profi játékosunk az tényleg úgy lett kiválogatva, hogy minden mérkőzésen bármilyen szituációban bevethető legyen. Még azért előttünk áll tényleg egy 12 hetes felkészülés, és ennek a végére szeretnénk azt, hogy elérje a csapat mind szisztematikusan, mind fizikálisan azt a játékstílus, azt az erőképet, amit elterveztünk. A 76-szoros válogatott szélső ütő Dékány Bernadett korábban több olasz klubban is szerepelt, legutóbb pedig a francia Caen csapatát erősítette. Mint mondta, több szempontból is vonzó volt számára a nyíregyháziak ajánlata. Egész évben követtem a Nyíregyháza sikerességét, és mikor a Szabi felhívott telefon márciusban, és felvázolta a jövőképet, elég nehéz volt nemet mondani, hiszen nagyon jó ajánlatot adtak. BL-ben fogunk szerepelni, és ismételten a cél, hogy a bajnoki győzelmet, illetve a kupát megnyerjük. A vezetőedző is egyetért azzal, hogy egy címet sokszor nehezebb megvédeni, mint megszerezni, a Bajnokok Ligája csoportkere pedig egyértelműen szintlépés jelent a nyíregyházi csapat számára. Nagyobb feladatok várnak ránk, jóval nagyobb feladatok, mind a magyar bajnokságban, ahogy mondtam, hogy azért tényleg vérszemet kapott csapatok ellen fogunk játszani, és nekünk erre készen kell állni, és a nemzetközi szinten abban a ligában, ahol mi képviseltetjük Magyarországot, Nyíregyházát a Fátum csapatával, ott meg aztán könnyű ellenfél nem lesz, mert ez az európai löplabdázás legteteje. A Fátum Nyíregyháza augusztus végén játssza az első edzőmeccset, majd szeptember közepén tornát rendez a klub. Október elején pedig a szezon első trófeájáért a Szuperkupa döntőjében a Békés Csaba ellen lép pályára Németh Szabolcs együttese.